Az 59. percben Izael szabadrúgását tisztázták a hazaiak, de Gorjárán a földre került a 16-oson belül, Pintér játékvezető pedig 11-est ítélt. A büntető mögé Davide Lanzafame állt, de középre tartó labdáját Hegedűs megfogta, ám a kipattanó visszacsorgott Lanzafame elé, aki már nem hibázott, könnyedén lőtt a kapu közepébe. Ezzel a 16. gólját szerezte az olasz támadó a szezonban, ami társgól királyi címet jelentett számára.